Itt vagyunk a Gyóni Református templomnál, óriási felújítások zajlottak, és zajlanak a mai napig is. Hogy álltok most? Istennek legyen hála ezen a mai napon. Arról tudok beszámolni a kedves testvéreknek, meg a lakóknak, hogy az első ütem templomunk felújításának az első üteme a tetőszerkezet felújítás, valamint a homlokzatnak a része elkészült. Óriási nagy munka valóban, és nagyon sok adomány, nagyon sok támogatás, segély formájában sikerült megvalósítani ezt az első ütemet. Hálásan köszönjük azoknak a segítségét, akik ebben valóban messzeben őkig azon voltak, hogy a Gyóni Református Gyülekezetnek a terve szándéka megvalósulhasson előbb-utóbb. Habár tudjuk nagyon jól, hogy most a koronavírus járvány is felülírta a szándékunkat, a célunkat, és ez valóban nehézséget okozott nekünk is, mint ahogy sok más templomfelújításban és más feladatokban lévő testvéreknek. Köszönjük mindennek előtt a Dabasváros önkormányzatának, Kösszegi Zoltán polgármester úrnak és a testületnek a sok-sok nagylelkű támogatását, segítségét, valamint természetesen hálásan köszönjük a államnak is a támogatását, ami óriási nagy segítséget nyújtott nekünk, amikor a pályázatot benyújtottuk, sikerült elnyernünk nagyobb összeget is, és a Délpesti Egyházmegye tanácsának is nagyon szépen köszönjük Takaró András Esperes úrnak, aki hasonlóképpen szívügyének tartotta, hogy a Gyóni Református Gyülekezet temploma felújulhasson, rendbe legyen téve. Első szándékunk valóban csak az volt, hogy a tetőszerkezet felújítása legyen kész, aztán majd meglátjuk a következő tervet, hogy hogyan, miképpen alakul. Most úgy döntöttünk mégis presbitériumilag is, hogy a templom teljesen kívül belül újuljon meg, legyen rendbetéve, mert feltett szándékunk az, ha Isten akarja és élünk, és megengedi, hogy a sok munka, ami még van hátra, elkészülhessen jövőre, 200 éves lesz a templomunk, és szeretnénk valóban ünnepélyes keretek között hálát adni az örökkévaló Istennek ezért a nagy volumenű munkáért, hiszen csak így közösen tudjuk ezt megvalósítani, és hiszünk és bízunk abban, hogy a mi déli bábos reménységünk valóra válik, és ha Isten is úgy akarja, akkor már jövőre ünnepélyes keretek között ünnepi háladó istenti szeretettel megköszönhetjük az Istennek mindazt a segítséget, mindazt a támogatást, amit kaphattunk állami és gyülekezeti szinten is. Milyen felújításokról, milyen munkálatokról van még szó, és milyen összegekről beszélünk? Esetlegesen megvan erre már a fedezet? A fedezet még nincs meg, eddig is már nagyon nagy kiadásunk volt, csak nem 35-40 millió forint kiadásunk volt az eddigi munkálatokban. Feltett szándékunk és célunk az, mint ahogy látják is a testvérek és a lakók, a templomunk körbe kívül és belül másfél-két méter magasságig levertük, és a kőművesek, Balogh Zoltán atyánkfia munkásai vállalták ezt a munkálatot, és bízunk és reménykedünk abban, hogy ez a munka, ami következő fázis a munkálatoknak, szeretnénk a körbe szigetelését is megoldani a templomunknak, ez is egy nagyon nagy munka. Hálásan köszönjük, most neveket is hadd említsek meg, Lukács Ellemérnek, aki a ácsmunkálatokat végezte, valamint Illés Kálmánnak, polgármester úrnak, munkásainak, akik pedig a kőműves munkálatokat végezték a párkány részen. Nagyon köszönjük valóban, hogy ha egy kicsit megkésve is, mert azért a gyülekezetünk tagjainak is volt azért, hogy mondjam, aggodalma, hogy hát nagyon nehezen akar elkészülni az első ütem, de ezt emberileg persze megérti az ember, hogy most a koronavírus járvány, és ami kitört, most már sajnos a második hullámot éljük, és ilyen maszkba kell nekünk itt állnunk, de reménykedünk, bízunk abban, hogy jövőre talán egy kicsit enyhül a helyzet, és korlátok nélkül tavaszi munkálatok elkezdődhetnek, és folyamatosan azok a betervezett költségek, amiket szeretnénk majd megvalósítani, azokat be tudjuk fejezni. Ha költségekről beszélek, körülbelül még egy ilyen 20-25 millió forintra lesz szükségünk, mert belső munkálatok tervünk az, hogy a padokat is felújítjuk, ha és amennyiben Isten is úgy akarja, a pályázatot szeretnénk benyújtani, nagyon szeretnénk egy sípos orgonát, mert a régi az teljesen tönkremet, az használhatatlan. Amennyiben sikerül pályázatot benyújtanunk és támogatást kapunk, akkor természetesen ezzel is szeretnénk emelni a templomnak a szépségét, gyönyörűségét, mert minden ünnepi istentiszteletnek, meg minden vasárnapnak az a lényeg, amikor
gyönyörű orgona szóra vonul be a nép, a gyülekezet, a lelkipásztorával együtt, és énekeket is szép énekkel együtt a orgona kísérettel kísérhetik.